Ha a vesztett pontokat nézzük, akkor a bajnokság két legjobb csapata játszik, és ez kicsalogatta végre ide a Sóstói stadionba a közönséget is. Mögöttem a főlelátó szinte teljesen tele van, és ha ugyan a székesfehérvári ultrák nem is képviseltetik magukat a legnagyobb létszámban, Diósgyőrből nagyon sok szurkoló érkezett ide, hogy buzdítsa az övét. Nagyon jól el kell találni ahhoz a labdát, meg az egyik sarkot, hogy Kalatayud ne érjen oda. Bognár! Ő ellövi, Kalatayud odaér, de nem tudja fogni, csak ütni a labdát. Szép jelenet, szép lövés, szép védés. Kovács, Gyurcsó az öt és felesnél, gyönyörű becsúszás. Okuka mentett. Visszateszi kicsiben. Kovács háttal a kapunak. És egy lövés, valamint egy gyönyörű védés, Nikolic. A díszpáholy. Megint el tudja fejelni Simon, a hosszú oldalon pedig érkezett Nikolic, de mentett a kapus. Egymás után halakítja ki a helyzeteket a hazai csapat. Sándor, és egy indítás, ami lesen találja Nikolicot. Hát, nem tudom, határesetnek tűnt nagyon, igen. Sőt, még az is lehet, hogy Álves is belógott, de Kádár, ugye a lassítás és a technika segít nekünk, Kádár biztosan. Most viszont fordul a Diósgyőr, négy védő, négy támadó, Bognár, Grumics a balján, Griffiths a jobb oldalon, Grumics kiszorított helyzetben, Szolnoki. Huszics, sprintel Bognár, és megvan Bognárnak ez a labda. Ketten vele szemben Bognár, nincs 11-es. Bognár megpróbált belépni a két védő közé. Hát persze az igaz, hogy Stopira labdát nem talált. Na lesz-e itt még egy slusszpoén a félidő végén? Úgy tűnik, hogy igen! De nincs gól! Visszaért 6 Videóton játékos, és 3-an vannak középen, de 3-an azért ott vannak, Grumics elől húzza le a labdát, Kalatayud. Keresik az ő fejét, Szolnoki felé dobja, Juhász tovább bólintja, még mindig ott van! Rados a végállomás. Hát azért tényleg meglepő az, hogy Juhász nem sikerül sehogy sem semlegesíteni. Juhász felé jön, ez is, és ezt is be tudja, el tudja fejelni Juhász Roland. Oliveira ismét, lövés, gól, vezet a Videóton, gyönyörű találat. Be tudta tenni Oliveira, Nikolic a gólszerző. Nagyon szép találattal szerzi meg a vezetést a Videóton. Gyurcsó, Juhász teljesen üresen a hosszú oldalon, zavartalanul középre fejeli. A kapusé lesz. Szabályos a labdaszerzés. Oliveira, Oliveira, Rados! Nikolic van teljesen tisztán, és Vinícius zavarja Nikolicot, de még így is helyzet. Teljesen üresen volt Nikolic. Ugye lesről nincsen szó. Grumics! Grumics a 16-oson belül fölélő. Kádár fejjel, Grumics! Egyenlít a Diósgyőr! Hát van egyenlítés és van pontmentés, és még bőven van azért idő ahhoz, hogy egyik vagy másik csapat eldöntse a mérkőzést. Stopira lendületből tör be a 16-oson belülre! Elmegy keresztbe Nikolics, nem ér oda becsúszva sem. Rebotic. Felnéz, öngól! Álves! Talpon a Videóton kispad, és természetesen talpon az összes Videóton szurkoló. Öngóllal szerez vezetést a hazai csapat. Távoli lövés Bognártól, Kalatayud fogni tudja. Álvarez középen kísérik a támadást. Álvarez lehet, hogy egyedül fejezi be? Igen, mellé!
Itt a vége, kedves nézők, a veretlenek csatáját a videóton nyeri meg 2-1-re.